Ilyen helyen lakunk, ilyen a kilátás ma 20, hát megint nem tudom, hogy hanyadika van, mindegy, szerda van, azt hiszem 29-e. Itt laktunk ezen a helyen, mindjárt odaérek így a... Ó, ez a szép erdő van itt előttünk, amit lehet is látni egy részét az ablakunkból. Még mindig van hó. Itt laktunk azelőtt, ott a felső emeleten, szembe. És így néz ki a környék itten. Itten most, ahol lakunk, ezeket most építették, ezeket a házakat. És elég sokat csináltak belőlük, úgyhogy most ebbe a házba lakunk, ott a sarkon az az erkélyünk. Csak kijöttem megmutatni már, hogy hogy néz ki innen a környék. Arra felé van a belváros. De még mindig vannak kupacban elég nagy havak. Mit mondjak még? Nagyjából ennyi, így néz ki a környék. Na. Jön az iskolabusz felvenni a gyerekeket. Itt így veszik fel a gyerekeket, és utána viszik az iskolába. Általában ilyen sárga buszok vannak, akik felveszik őket. Tehát arra felé ment az iskolabusz. Arra kell a belvárosba menni. Így néz ki a környék itten. Ilyen házak vannak. Errefelé, amerre most pásztázok itt a kamerával, errefelé már csináltam képeket. Azaz, hogy képet is, meg kis röpke filmet is. Ott laktunk azokban a házakban ott bent. Most pedig itt lakunk ezekben. Még hozzá. Innen nézve. Itt tenni. Ez az erkélyünk. Ide jön a posta. És a milyenki 21-20, 6. avenyú 52.